Köszöntöm nézőinket, önök a Pannon Televízió híradóját látják, Svajhó Zénó vagyok, főtémei néhány mondatban. Záporoztak a pofonok Komlón, a biztonsági őr és a vendégek verekedtek, vádat emelt az ügyészség. Halálos áldozatot követelt a szénmonoxid Pécsen, a megelőzésre hívja fel a figyelmet a szakember. Megváltoztak a választókerületek határai Pécsen, a Fidesz szerint ezt használná ki a baloldal. Bemutatót tartott a Janus Egyetemi Színház, Puskin Anyegin című színműve ma is aktuális. Csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testi sértés miatt emelt vádat egy komlói szórakozóhelyen verekedő férfiak ellen a komlói járási ügyészség. Zárórakor kerültek nézeteltérésbe a vendégek a biztonsági őrrel. Ebből indult a végül verekedésig fajuló eset, aminek egy súlyos sérültje is volt ez év februárjában. Verekedés egy komlói szórakozó helyen, a biztonsági kamera rögzítette ezt a felvételt még idén februárban. A komlói járási ügyészség most emelt vádat az ügyben. A vádirat szerint az egyik vádlott biztonsági őrként dolgozott azon a komlói szórakozó helyen, ahol a másik két vádlott egy 2023. februári napon vendégként tartózkodott. A biztonsági őr hajnalban felszólította a fiatalabb vendég vádlottat, hogy hagyja el a szórakozó helyet, mert hamarosan bezárnak. Ez durva hangnemben tette, amire a felszólított férfi trágár szavakkal válaszolt. Ezután egy szóváltás, majd dulakodás, verekedés alakult ki köztük. A harmadik vádlott és egy másik vendég a dulakodók közé állt, hogy szétválasszák őket. A biztonsági őr azonban arrébb lökte a közbeavatkozó szemét, majd megragadta a fiatalabb vádlott ruháját, és őt kivonszolta a szórakozó helyről. A férfi ellenkezett, amire a biztonsági őr elengedte, majd meglökte és ököllel megütötte őt. Az ütéstől a férfi földre esett. A biztonsági őr átlépte, majd ököllel megütött egy másik vendéget is, amitől ő is a földre esett. A földön fekvő vádlotthoz odalépett egy ismerőse, hogy ellenőrizze az állapotát. Ekkor a biztonsági őr ezt a vádlott ismerősét, a sértettet is ököllel arcon ütötte. A sértett ettől a bántalmazástól súlyos 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ütéstől a férfi 3 foga kitört, az ajka megzúzódott. A harmadik vádlott ekkor minden előzmény nélkül egy másik vendéget 2-szer ököllel arcon ütött. A csoportosan elkövetett garázdaság büntettének a büntetési tétele 3 évig terjedő szabadságvesztés. Ezzel a bűncselekménnyel vádolja a komlói járási ügyészség mindhárom férfit, ezen túlmenően a biztonsági őrt súlyos testi sértés büntettével is vádolja az ügyészség. Az ő vonatkozásában az irányadó büntetési tétel keret felső határa a halmazati szabályokra figyelemmel 4,5 évig terjedő szabadságvesztés. Az ügyészség indítványában a biztonsági őrre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását kéri, míg a másik két vádlott esetében pénzbüntetésre tesznek javaslatot. Azonban a tényleges büntetésről a bíróság fog majd dönteni. Hamis jegyeket árusítanak a diótörő pécsi előadásaira, írja a rendkívüli hírlevelében a Pannon Filharmonikusok. A közlemény szerint az egyik legnagyobb közösségi média felületen hamis jegyeket árusítanak a Kodály Központban december 22-én és 23-án előadásra kerülő a Diótörő Karácsonyi Varázslat című Pannon Filharmonikusok Pécsi Balatt és Bóbita Báb Színház koprodukciójára. A szervezők csak a hivatalos értékesítési partnereknél a Kodály Központ jegypénztárában és a jegymester.hu felületén váltott jegyekért tudnak felelősséget vállalni. A szervezők és a nézők közös érdeke, hogy senki se váljon csalók áldozatává, ezért kérik a károsultakat, hogy mindenképpen jelezzék a rendőrségen, ha észreveszik a csalást. A hamis jegyek eltérnek a hivatalos jegyek formájától. Ha bárki a hivatalos jegyértékesítési csatornáktól eltérő módon vásárolt jegyet, és bizonytalan az érvényességében, kérik, hogy hozza be a Kodály Központ jegypénztárába, ahol segítenek a jegy érvényességének ellenőrzésében.
Halálos szénmonoxid mérgezés történt Pécsen, ahol egy gázpalackkal működő kályha miatt telítődött a lakás levegője a gyilkos vegyülettel. Az eset kapcsán arra hívja fel a figyelmet a szakértő, hogy kellő óvintézkedésekkel meg lehet előzni a tragédiákat. A katasztrófavédelmi igazgatóság oldalán pedig olyan szénmonoxid jelző készüléklista található, amelyen kiválaszthatják a megfelelő eszközt a lakástulajdonosok. Halálos szénmonoxid mérgezés történt Pécsen, mondta a katasztrófavédelem szóvivője stábunknak. Kedden reggel 8 órakor érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy Pécsett a Nagyszkókói úton egy családi házban egy elhunyt embert találtak. A pécsi hivatásos tűzoltók, illetve katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonult a helyszínre, ahol egy lakásnak kialakított melléképületben egy idős nőt találtak, akinek az életét már nem lehetett megmenteni. Az egyik helységben egy gázpalackról működtetett kályha üzemelt, melynek a levegő utánpótlása nem volt biztosítva, emiatt alakult ki a szénmonoxid az ingatlanban, és emiatt következett be a tragédia. Ezért kell mindent megtenni, hogy ne növekedjen veszélyes szintre a szintelen, szagtalan szénmonoxid a lakások levegőjében. A katasztrófavédelem több kis filmet is készített, amikben a veszélyre hívja fel a figyelmet. Szénmonoxid ott alakulhat ki, ahol nyílt égésterű eszközök működnek, fűtőberendezések, vízmelegítők. Ezek az otthonunk levegőjét használják, és elhasználják az oxigént. Tehát, hogyha nem biztosított a levegő utánpótlás, akkor szénmonoxid alakul ki, ami rendkívül veszélyes, akár halált is okozhat. Nem elegendő, hogyha csak néha kinyitjuk az ablakunkat, folyamatos oxigén utánpótlás, levegő utánpótlás szükséges. Ezt szellőző résekkel kell megoldani. A szellőző rések kialakítása mellett szénmonoxid érzékelőt is telepítettünk a lakásunkba. Hogy teljes biztonságban tudjuk az otthonunkat, érdemes szénmonoxid érzékelőt beszerezni. Ezeknek az érzékelőknek a pozitív, illetve negatív listáját, tehát hogy melyik azok az eszközök, amik megbízhatók, ezt a katasztrófavédelem honlapján elérjük. Külön listában az érzékelő fényképével lehet beazonosítani azokat a termékeket, amelyek a hatóság értékelése szerint megfelelőek. Egy másik listában pedig, szintén fotóval ellátva, azok a készülékek vannak összegyűjtve, amelyek nem megfelelőek a riasztásra a katasztrófavédők szerint. Ezeket az ajánlásokat érdemes mindenkinek átnéznie, mielőtt szénmonoxid érzékelőt telepít a lakásába, mondja a szakember. A CSOK plusznak köszönhetően várhatóan könnyebben juthatnak hozzá első otthonukhoz a fiatalok, ez a lépés pedig a garzonlakások piacán hozhat nagyobb élénkülést a vármegye székhelyen, köztük Pécset és a fővárosban, mondják a szakértők. Jövőre várhatóan a bankok 10%-os önrészsel is adhatnak lakáshitelt a megfelelő jövedelemmel rendelkező 41 évnél fiatalabb első lakásvásárlóknak. A CSOK plusz rendelet már megjelent, de abban nem szerepel a korábban beharangozott első közös otthon vásárlás esetén igénybe vehető 10%-os önrészre vonatkozó kedvezményes feltétel. Ugyanakkor a korábbi kormányzati és jegybanki nyilatkozatok szerint arra lehet számítani, hogy az első lakásvásárló fiataloknak 10%-os önrészsel lesz erre lehetősége 2024-től. Ennek eredményeként jövőre növekedhet a fiatalok szerepe a lakáspiacon, akik már eddig is az adásvételek 41-46%-át adták. Ez az arány Baranyában 39% volt. Ezért a 41 év alattiak egy része várhatóan a 44 négyzetméternél kisebb garzonlakásokat keresi majd jövőre, mondja a szakértő. November végétől megváltoztak a Pécsi Önkormányzati Helyhatósági Választókörzetek határai. Pécset hívta fel a figyelmet Barkóczi Csaba, fideszes önkormányzati képviselő. Ennek részleteiről, előre látható következményeiről tájékoztatta a sajtó munkatársait szerdán a jobboldali politikus. Két hete új határai vannak a Pécs területén lévő választókörzeteknek, melyet a baloldal rajzolt át. Ezek a körzethatárok több mindent nem vesznek figyelembe, mondta Barkóczi Csaba, a polgári oldal képviselője. Ezek az új módosítások, amelyek hát leginkább az új térképre nézve olyanok, mint a Péterfi Attila saját kezűleg rajzolgatta volna őket, itt a korábbi évek választási eredményeit figyelembe véve.
tulajdonképpen sem a város földrajzi sajátosságait, földrajzi szerkezetét, sem pedig Pécs társadalom földrajzát, Pécs szociológiai sajátosságait nem veszik figyelembe ezek az új körzethatárok. Ezért azt gondoljuk, hogy egy olyan dolog áll előttünk, egy olyan dologgal nézünk szembe a jövő év júniusi választásokon, amelyben Péterfi Attila tulajdonképpen a választókörzetek határainak manipulációjával, Gyurcsányi trükközéssel igyekszik megtartani hatalmát. Ezen azonban nem kell csodálkozni, hiszen Pécs polgármestere 2019-ben olyan vállalhatatlan és betarthatatlan ígéretekkel hidegette a pécsieket, amelyek megvalósítását a pécsi baloldali városvezetés nem tartotta be, hangsúlyozta Barkóczi Csaba önkormányzati képviselő. Most egy bukott programmal a háta mögött, és tegyük hozzá azt is, hogy annak tudatában, hogy immár a pécsiek előtt is teljesen világos, hogy ő nem egy pártokon kívülálló független jelölt, hanem ő Gyurcsány Ferenc jelöltjeként szerepelt eddig is, és most 2024-ben pedig már nyíltan felvállalva Gyurcsány támogatását lép majd a színre. Ő úgy érzi, hogy nehéz helyzetben van, és ezért egy ilyenfajta választókörzeti manipulációhoz folyamodik, és így próbálja meg bebetonozni a saját hatalmát. Úgyhogy mi arra biztatjuk a pécsieket, hogy ne üljenek fel Péterfi Attila kétes szándékainak. A polgári oldal képviselője arra hívja fel a pécsiek figyelmét. Mindazok ellenére, hogy egy ilyen új és testidegen választókörzeti határok között kell majd dönteniük a képviselőkről, képviselőjelöltekről jövőre, adják a szavazataikat a Fidesz és a kereszténydemokraták politikusaira. Idén is elkészítette és elérhetővé tette a Katasztrófa Védelemi Kéményseprőipari Szerve a társasházi sormunkatervét, amelyből megtudható, hogy 2024-ben mikor érkezik hozzánk a kéményseprő. A katasztrófa védelem illetékességébe tartozó 18 vármegye és a főváros társasházainak felülvizsgálati terve a hatóság honlapjáról tölthető le. A katasztrófa védelem kéményseprői a fővárosban és 18 vármegyében összesen 2923 településen ellenőrzik és tisztítják a lakossági kéményeket. Fontos tudni, hogy a társasházak esetében két évente ellenőriznek a szakemberek, a kémények teljes nyomvonalának műszaki felülvizsgálata pedig 4 évente kötelező. Szintén kiemelendő, hogy az egylakásos ingatlanokba családi házak és a társasházzá nem alakult többlakásos ingatlanok nem megy kérés nélkül a kéményseprő. A kémény ellenőrzés időpontját a lakásban élők választhatják meg. Puskin Anyegin című verses regényének színpadi változatát mutatta be a Janus Egyetemi Színház kedden. Külföldi rendező, tehetséges fiatal színészek tették igazán érdekessé, elgondolkodtatóvá a produkciót. Puskin Anyegin című színműve ma is aktuális értékeket hordoz. Puskin leghíresebb műve az Anyegin című verses regény, két ellentétes karakter szembenállására épül. Lenszky szenvedélyes, életigenlő, Anyegin fagyosan cinikus. Az író szerint a megértés a kommunikációval és a másik meghallgatásával lehetséges. Lenszky szerepében Kecskés Alexiszt láthatjuk. A legtöbb ember ezt a fiatal korában megéli, amit a Lenszky, tehát nem pontosan azt, de ezeket az érzelmeket, ezt a rajongást, ezt a ragaszkodást, ezt a fajta életérzést, ezt megéli, és visszatekintve én azt gondolom, hogy jó szívvel gondol rá, ha nem úgy jön ki belőle, mint a Lenszky természetesen. A két férfi története ellentétesen alakul. Míg Lenszky végzete a vak és viszonzatlan szerelem lesz, Anyegin hideg és távolságtartó marad, elszalasztja élete szerelmét, amit később mélységesen megbán. Hogy nem véletlen Anyegin címmel, vagy hát Anyegimből, mármint ebből az alapműből, kevés prózai előadás születik, mert nagyon nehéz megfogni szövegszinten ezeket a nagyon erős érzelmi vetületeket, amivel a szöveg rendelkezik, illetve a mű, és valahogy pont egy ilyen emeltebb, teljesen más világú színházi rendezés az, ami talán meg tudja ezt szólaltatni. És abban bízunk, és bízom magam részéről is egyértelműen, hogy
mi ennek jó alanyai és színészei leszünk, és így egy teljesen más színházi nyelvet lehet majd megismerkedni, más színházi nyelvvel lehet megismerkedni, mint általában állunk a színházban. A produkcióban a romantikus szerelem témáját boncolgatják és próbálják megfejteni lényegét. A regény másik fő témája a művészet szerepe a mindennapi életben. A darab rendezője a szlovák Katarina Kiszová. A műről bővebben kulturális magazin műsorunkban értesülhetnek. A Horgász Egyesületek Baranya megyei szövetsége hétfőn 1600 kg kétnyaras és 1500 kg háromnyaras pikkelyes pontyot helyezett ki a Dráva folyóba, tájékoztatott a szövetség kedden honlapján. Közlésük szerint a káró katonák okozta károk megelőzése érdekében nagyobb méretű kétnyaras pontyok kerültek telepítésre, amelyek átlagsúlya darabonként 80 deka, még a háromnyaras pontyok 2,5 kg. Most átlagsúllyal kerültek ki Drávaszabolcsnál az új élőhelyükre. A régió híreivel folytatjuk. Bemutatták a Tolnai Ifjúsági Fúvós zenekar tolmácsolásában a Táltost, amit a spanyol zeneszerző kimondottan a tolnai csapatnak írt. A nagy sikerű koncerten olyan különleges hangszer is helyet kapott, mint a Táltos dob, vagy más néven Sámán dob. Zenei világpremiér helyszíne volt a Tolnai Lovarda, ahol bemutatásra került egy régen várt mű. Termékenynek bizonyult a Tolnai Ifjúsági Fúvózenekar és egy kortárs spanyol zeneszerző Andrés Álvarez kapcsolata, amiből egy igazi Táltos született. Hát az izgalom az már igencsak nagy, ugye percek vannak hátra már csak a koncertig. A darabot körülbelül október elején, október közepe fele kaptuk meg a zeneszerzőtől, és hát ugye hétvégi próbáink vannak, főleg a nagy zenekarral, így hát körülbelül 6 vagy 7 próbánk volt erre, hogy ezt ma színpadra állítsuk. A zenekarvezető elmondta, hogy a három tételes mű első tétele a Kiválasztott, a második a Révület, a harmadik a Rituálé címet viseli. Egyik különlegessége, hogy magyar szövegű ének is szerepelt a darabban. Gergő a magyar szöveg megtalálásában szintén közreműködött. Kettő szerepet töltött be Kolozsvári Gábor karmester is, aki a szekszárdi fúvós zenekart vezényelte, majd a Táltosban a harsonát szólaltatta meg. Tulajdonképpen egy elég rutinos csapatról beszélhetünk, úgyhogy azt mondhatom, hogy viszonylag könnyen ment a betanulása. Szokatlan ugye ritmusok vannak benne, ütemmutató, azt ugye meg kellett szokjuk, de úgy gondolom, hogy azért gyorsan sikerült ezt magunkévá tenni. A mágikus mű fontos része volt az úgynevezett Táltos dob. Alapvetően azt tapasztaltuk ki, hogy ilyen jó fél óra kell nekire, mire bemelegszik teljesen, és akkor szól a legszebben a hangszer. A világpremiért hatalmas siker övezte, amit a közönség vastapssal ünnepelt, és a helyszínen maga a spanyol zeneszerző is részt vett, hogy személyesen hallgassa végig, miként szól a Táltos a tolnai zenészek tolmácsolásában. Porcelánbaba kollekciójának mintegy 300 darabját mutatja be a somogyvári Récsei Szilvia a Szent László Nemzeti Emlékhelyen. A tálaton minden játék egyedi, nem találni kettő ugyanolyan babát. Mint a gyűjtő mesélte, bolhapiacokon, vásárokban talál rá a legkülönlegesebb darabokra. Ez volt az első baba, amit megláttam egy piacon, és valahogy úgy nézett rám, ahogy ez kell. Ezzel a porcelánbabával indult Récsei Szilvia gyűjteménye. Azóta már 271 darabosra bővült a kollekciója. Ez attól különleges, hogy ennek az egész teste, tehát az egész porcelán baba, a feje, a nyaka, a forog, és a teste is. A lába, minden, a többinek pedig a teste az ruhából van. Szilvia 15 éve gyűjti a különleges porcelánbabákat, amelyek valaha nem is játéknak készültek. A 19. század környékén jöttek először talán, és igazából az első ilyen porcelánbabákat a női arcokról mintázták, és aztán akkor később kezdődött el a baba fejű babát gyártani, de ezeket igazából nem játékra tervezték, hanem csak így kirakatba. Mára már akkorára bővült Szilvia baba gyűjteménye, hogy otthonában külön helyiségben férnek csak el.
Van nekik külön lakrészük már, mert hát eleinte szobámba, aztán azt vettem észre, hogy valahogy kiszorultam a szobámból, és aztán át kellett őket költöztetni egy másik helyiségbe. A somogyvári gyűjtő féltve őrzi porcelánbabáit. Hogyha megvásárolom, vagy kapom őket, akkor azt kell tudni, hogy én teljesen levetköztetem, és kimosom a ruhájukat, a haját megmosom, újra csinálom, illetve hogyha van valami javításra szoruló baba, akkor azt javítom is. Szilvia testvéreivel gyermekként szalvétákat, képeslapokat és rágó gumicsomagolásokat gyűjtöttek, most pedig a porcelánbabák számát növelik. Van vöröshajú baba, van szemüveges baba, van karakterbaba, tehát igen, mindig van egy olyan, amire esetleg vágyik, de egyébként nagyon nem lehet nemet mondani a babáknak, tehát még a kis roncsolt kezű vagy roncsolt lábú is jöhet, úgyhogy mindenevők vagyunk tulajdonképpen. Récsei Szilvia közel 300 darabos porcelánbaba gyűjteménye 2 hétig látható a somogyvári Szent László Nemzeti Emlékhelyen. A Nemzetpolitikai Államtitkárság Bonyhádváros önkormányzata, a Kolónia Alapítvány és a Bonyhádi Sportcentrum szervezésében összetartozás labdarúgó kupát rendeztek Bonyhádon. A tornán 7 határon túli és 5 anyaországi magyar csapat mérettette meg magát. A versenyen egyúttal 25. alkalommal emlékeztek meg Losonc Istvánról. Losonci István a 90-es években irányította a bonyhádi felnőtt labdarúgó csapatot. A torna az ő emléke előtt tiszteleg. A legutóbbi 3 alkalommal külhoni csapatokat is meghívtak az eseményre. Erdélyből, Délvidékről, Felvidékről, Kárpátaljáról és a Muravidékről is érkeztek egyesületek. Köllő Roland, a Bonyhádi Sportcentrum vezetője szerint mai világunkban a magyar-magyar kapcsolatok fenntartása különösen fontos. Ugye tudjuk azt, hogy a szomszédos országban a háború dúl, és nagyon fontos az, hogy a sport által is ápoljuk ezeket a baráti kapcsolatokat. És a sport az nagyon jó erre, hiszen attól függetlenül, hogy a mai napon is voltak ilyen paprikás hangulatú mérkőzések, de a sport azért gyógyír sok mindenre. És örülünk neki, hogy egy kicsit ki tudtuk zökkenteni például a kárpátaljaiakat és ebből a borzasztó helyzetből, amiben ők kerültek. A Csikcsicsóból érkezett erdélyi csapat minden mérkőzését elvesztette, azonban Bece Szilveszter elmondása szerint az eredmények másodlagosak, a legfontosabb tényező az összefogás erősítése volt. Mi nagy pályán játszunk otthon Romániában, a megye 4-ben, tehát a megyei bajnokságban. Na, akik már kiöregedtek, hogy abba hagyták ki barátok, tehát mi mindig baráti társaságként fociztunk, és úgy is jöttünk el, hogy érezzük jól magunkat, tehát nem az eredményre mentünk rá, mert hozhattunk volna tényleg mi is terenfocisokkal, stb., de nem, azt mondtuk, hogy ez erről szól elméletileg, hogy jól érezzük magunkat, minden csapat igazából így kéne csinálni. Az egésznapos küzdelmekben a csoportkör mérkőzései után negyeddöntők és elődöntők következtek. A döntőbe a Bonyhád BFC és a Nyárrád Szereda csapata jutott be. A legfontosabb dolgok igazából azok voltak, hogy jól osszuk be az erőnket, ugye, mert hosszú a nap, meg holnap még megyünk tovább Pécsre is, egy újabb tornára. Úgyhogy ez volt a legfontosabb, meg az, hogy próbáljunk higgadtak maradni. A finálét végül a 3 évvel ezelőtti győztes Nyárrád Szereda csapata nyerte meg, büntetőkkel győzték le a bonyhádiakat. Az esemény zárásaként köszöntőt mondott Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, aki megköszönte a csapatok részvételét. A torna szervezőinek célja a hagyományteremtés, így a jövő évben is megrendezik a versenyt. Híradónk végén Baranyai témáink még egyszer, röviden. Záporoztak a pofonok Komlón, a biztonsági őr és a vendégek verekedtek, vádat emelt az ügyészség. Halálos áldozatot követelt a szénmonoxid Pécsen, a megelőzésre hívja fel a figyelmet a szakember. Megváltoztak a választókerületek határai Pécsen, a Fidesz szerint ezt használná ki a baloldal. Bemutatót tartott a Janus Egyetemi Színház, Puskin Onyegin című színműve ma is aktuális. Csütörtökön kezd elvékonyodni a felhőzet, csökken a csapadék valószínűsége. A Dunántúl nagy részén és a középső tájakon élénk erős lesz az északnyugati szél.
Napközben 8-10 fokot mérhetünk. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!